Egyre népszerűbb a gyerekek körében a humoros szövegekkel jópofa dalokat előadó Kobolt zenekar. A felvidéki formáció célja, hogy dalaikat minden korosztály élvezze, koncertjük pedig családi program legyen. A koncerteken ismert dalok átdolgozását és szlovákiai magyar költők verseinek megzenésített változatát is előadják. Ismét a húrok közé csaptak a Kobolt zenekar tagjai, és nyilvános nagy koncertjükre meghívták a pozsonyi magyar iskola diákjait. Egyrészt, hogy megünnepeljék az együttes születésnapját, másrészt, hogy bemutassák a járvány előtt kiadott lemezüket, amit a korlátozások miatt nem tudtak megismertetni a közönséggel. Élőben játszottunk, bár nehéz összehangolni négy dobost és ennyi billentyűs, stb. De ez a krédónk, hogy élőzenét nagyon jó minőségben, tehát nem visszük el még csak véletlenül se gagyiba, hanem mi a közönséget felnőttnek tekintjük. És olyan dalokat írunk, nem is csak kimondottan gyerekzene az, amit játszunk, hanem itt nagyon sokan mondanak, hogy ez tulajdonképpen egy családi zene. A pozsonyi koncertre a megzenésített versek felvidéki magyar szerzőit, az alapító és későbbi zenekari tagokat is meghívta a Kobold. Frenetikus volt mindenhol, én meg is lepődtem, én annak előtte még nem játszottam gyerekzenekarban, bár Igor azt mondja, hogy ez nem csak a gyerekeknek szól, 0-tól 99 éves korig mindenkinek, de ettől függetlenül nagyon meglepő volt, hogy mennyire jól veszik ezt a gyerekek. Az interaktív koncertet úgy építették fel, hogy a gyerekek és a zenekar gyakorlatilag kiegészítették egymást. A pozsonyi Duna utcásokat ugyanis nem kellett sokat nógatni, hogy részesei legyenek az eseménynek. Én még negyedikbe láttam ezt a koncertet, és néhány dalra emlékszek innen. Nem olyan nehéz a szöveg. Nem. Van egyébként kedvencem. Nem hiszem, tetszik összes. A diákok lelkesen fogadták a zenekart, kicsik és nagyok együtt bulisztak a zenékre. Az iskola igazgatója szerint a járványügyi korlátozások alatt mindenkinek hiányzott a közösségi élmény. Eredetileg csak az első hét évfolyamot szerettük volna hozni, és külön bejöttek hozzám a lányok a 8-ból, meg 9-ből, hogy hadd jöhessenek el ők is a koncertre, de látom, hogy nagyon élvezik és nagyon bekapcsolódnak a buliba. Ez nagyon kellett már a lelküknek, hogy egy picit visíthassanak, együtt énekelhessenek, táncolhassanak. A dalok szövegét nem csak a zenekar tagjai írják, azok gyakran költők tollából kerülnek ki. Kövesdi Károly vendégként vett részt a pozsonyi eseményen, és örömmel figyelte a gyerekek lelkesedését. A régi versek, 1989-ben jelent meg a kötet. Egy nagyon csúnya, nagyon vékony vers kötet, de úgy látszik, volt üzenete. Borzasztó hálás vagyok a zenészeknek, hogy sok ezer gyerek ismerte meg a verseimet. Hát fölemelő érzés természetesen. Vannak új olyan zeneszerző és szövegíró költő barátaim, akiknek ha elolvasom alkotásait, akkor egyszerűen nem állhatom meg, mert elkezd bennem dübörögni, zenélni, hogy hoppá, ennek így volna a dallama, csak ők nem hallják, mert ők költők, ők természetesen másra figyelnek, és akkor leülünk együtt, és születik belőle egy dal. Mert mi tulajdonképpen nem megzenésített verseket játszunk, ezek inkább úgynevezett versdalok. A lényeg, hogy a nóták megfeleljenek a zene törvényszerűségeinek, fülbemászók legyenek, hogy a legkisebbek is könnyen megtanulják. Nagyon tetszett, izgalmas volt. Ismertétek a dalokat? Hát némelyiket igen, én mondjuk csak a kakadusat. De legalább a kakadusat is. Igen, az jó volt. Nehéz volt megtanulni, vagy könnyű itt a koncert alatt? Hát, könnyű volt. Nagyon jó volt. Csodálatos közönség. A Kobolt zenekar koncertjéről kisfilm is készül. A szerzők és zenészek pedig azt ígérték, nem hagyják abba. Felhúzzák a manóparókát, és újra meg újra megtáncoltatják, megénekeltetik közönségüket.